Köszöntöm kedves nézőinket! Őseink hagyatéka című műsorunkat láthatják újra, és mai vendégem nem akárki, de akár mondhatnám azt is, hogy vendégeim, de valójában egy személy van itt, de egy hihetetlen nagy minőséget vett a vállára, vagy karolt fel, nem is tudom, hogy hogy mondjam. Hajnal Gyöngyi, PDF alapítvány, Kuvasz és Ember program, és végig se tudnám még sorolni, hogy mennyi mindennel foglalkoztok. Szatymazról. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és hogy elkezdesz itt minket tanítani, mert a mai embernek, hát talán a legtöbb embernek, amikor kutyáról beszélünk, akkor ilyen kis elemes, nem megsértve, de ilyen ölebek jutnak eszükbe, de nekünk van egészen más, ugye ott van ez a gyönyörű kuvasz, amiről majd te elmondod, hogy mit tesz, de egyáltalán mivel is foglalkozik ez a PDF alapítvány és a Hajna a Gyöngyi. A PDF alapítvány, és nagyon szépen köszönöm a meghívást, Tibor. Igazán kedves vagy, hogy pár éve találkoztunk mi egymással korábban is, de valahogy hát most érik össze. Igen, ez a pár év az egy 20-as, igen. És valójában mindig is a hagyomány, és a magyar hagyománynak a spirituális társadalom és emberszervező ereje érdekelt engem, mint kutatót is. És ilyen fórumokon találkoztunk. Akkor viszont áruljuk el, hogy mi az eredeti szakterületed. Az eredeti szakterületem, én bölcsész vagyok, és tanár, és pontosan ebből a kultfőből táplálkozva egy nyelvészeti, irodalomtörténeti, történeti és művészettörténeti érdeklődési irányokkal fölvértezett ember volnék én, aki a magyarságkutatásban keresett már az egyetemi évek alatt magának kialakulást. Én a Károli Gáspár Református Egyetemre jártam egykor. Ott még az első egyik évfolyamban végeztem, angol irodalom, angol és amerikai irodalom és nyelvészet szakot végeztem én el. És innen szereztem egy alaptájékozottságot a bölcsészet tudományában. Onnan azért hosszú az út a kuvaszig? Nem hosszú az út. Én 8 éves voltam, amikor már nagyon rágtam édesapám fülét, hogy én szeretnék egy kutyát. És azt mondta édesapám, hogy születésnapomra kaphatok egyet, de csak a magyar kutyafajták közül lehet választani. Egy rendes ember. Egy rendes ember, igen. Igen. És én a kuvaszt választottam. És természetesen megkaptam a kiskutyát, ami hibát el lehet követni, én azon a kutyán azt abszolút el is követtem, 8 évesen, ez nem is nagy csoda, és azt hiszem, hogy egy életre vérszerződést kötöttem a kuvasszal. De mint sokan vagyunk úgy, nem biztos, hogy amikor megtörténik veled egy ilyen egymásra találós esemény, akár egy kutyával, egy kutyafajtával, nem biztos, hogy érted, hogy miért találkoztál vele. És később eltelik 1-2 év, vagy akár 10-20 év, vagy több is, és akkor valahogy az életedben kiteljesedve visszatér ez az élmény, és megmagyarázza önmagát. Talán így beszélgethetünk egymással így erről. Velem is így történt. Most Budapestről Szatymazra költöztem egy bő 10 évvel ezelőtt. 7 kuvaszom van. Elkezdtél fejlődni? Elkezdtem fejlődni, igen. Lett egy kis gazdaság, és komolyabban elmélyedtem a kutyatartás, a kutya nemesítés, tenyésztés metodikáiban, lehetőségeiben, és igyekeztem tapasztalatot szerezni. Bocsánat, hogy közbevágok, tehát a nemesítés az nem azt jelenti, hogy genetikai manipuláció, hanem a szó szerinti nemesítése, hogy minél nemesebbé, teljesebbé váljon ez a fajta. Pontosan, köszönöm szépen. Igen, ez egy nagyon fontos pont, hogy nemesítésről beszélgettünk. Egyszerűen azért, mert az ember kezében a természet rengeteg mindent adott. És nagyon fontos, hogy hogyan tanulunk megbánni mindazzal, amit kaptunk, kölcsön, megjegyzem. És pontosan ezért nagyon fontos, hogy nemesítsünk. Mindig jót jobbal, ahogyan egy számomra nagyon kedves öreg kuvasztenyésztő barátom szokta volt mondani, mindig csak jót jobbal, hogy egyre jobbat kaphassunk. Hiszen mi is változunk, és mi is egyre jobban látjuk, hogy hogyan lehetne magát a fajtát, hogyha ez egy kuvasz, akkor a kuvaszfajtát saját maga ősi és legkiteljesedettebb egészségéhez hozzásegíteni. No, de hát a történetnek, ne menjünk el ennyire profán hétköznapi szeletébe, én azt kérem tőled, egy picit hadd misztifikáljam a dolgokat, a hagyomány ősi rejtélyeibe belebújva pár percre. Tehát észre kell azt venni, hogy a magyar pásztorkutyák közül 3 alaptípus, a komondor, a puli és a kuvasz az, amelyek már nagyon-nagyon régóta a hagyományunk részét képezik. Több ezer éves fajtákról van szó. A többi magyar kutyafajta az egy picikét fiatalabb, ez nem hátrányuk, ez egy tényszerűség, amire fel kell figyelnünk. És azt is meg kell tudnunk, hogy
akkor mire használtuk ezeket a kutyákat, mire használták eleink, legyenek ők beburkolva, nem csak egy magyar, akár egy hun, akár egy szkíta, akár egy sumer lepelbe, de végül is ugyanazok a típusok, ugyanazok a kutyatípusok föl-föl jönnek, és akár ábrázolásokon is láthatjuk őket. Nos, ezeket kezdtem el én vizsgálni a kutatói mi voltomban, és ebből jutottam bizonyos olyan következtetések, hogy bizony-bizony a kuvasz kisarkítottan rendkívül jó hatással van az emberi karakter fejlesztési lehetőségeire, amiről ugyebár az egész életünk íródik egy tanulási folyamatra, egy vándorútra, hogy milyen kísérő állat is egy kuvasz adott esetben, és hogyha az, és hogyha segíti az ember önmagára és boldogságára találásának folyamatát, akkor azt hogyan lehet most itt a 21. században mozgósítani. És a PDF Állat és Környezetvédelmi Alapítványban tulajdonképpen ezt a 18 év alatt megalkotott kutatási kísérleti programnak az eredményét vittem már be, és a Nemzeti Értéktárban való minősülésnek most már a második, a megyei fokozatán vagyunk vele, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, elismerésünk is van hozzá, illetve hát azoknak az iskoláknak a sora most már, ahol Budapesttől Kecskeméten, Lajos Mizsén át Szegeden, Hódmezővásárhelyen, Makón, de még Pécsen is tartunk foglalkozásokat a kutyáinkkal, és még sok más helyen, amit itt most nem is nagyon akarni. Ez milyen foglalkozás? Tehát hogyan kell ezt elképzelni, hogy ott vannak a gyerekek kint szabadtéren, és összeterelitek a kuvasszal, vagy hogyan néz ki egy ilyen foglalkozás a kutyával? Tehát... Az a helyzet, hogy óvatosnak kell lenni. A legjobb családban nevelkedő gyermekek sem biztos, hogy rendelkeznek azokkal a képességekkel, hogy igazán jól tudjanak hozzáállni egy szabadon lévő pásztorkutyához, így egy kuvaszhoz sem igazából. Úgy tűnik, hogy egy picit elő kell készíteni a gyermekeket is erre a találkozásra, mint ahogyan a kutyát is elő kell készíteni. A kutya esetében rendkívül fontos, hogy úgy szoktuk mondani kutyás nyelven, hogy az eredeti képességeiben megtartott kutya. Tehát nem feltétlenül az a kutya lesz jó egy találkozási helyzetre, hogy a gyerekek lelkében egy rendkívül pozitív, megerősítő lenyomatot adjon, nem is elsősorban a kutyával való barátság kapcsán, hanem saját emberi minőségével kapcsolatos pozitív lenyomatot hagyjunk a gyermekekben. Tehát elő kell készíteni a kutyát is, ehhez nem biztos, hogy a legbarátságosabb kutya lesz nekem a jó. Van úgy, hogy a gyermek lelke az erő mintázatával sokkal jobban edzhető, viszont egy túlzottan bújos, túlzottan barátságos kutya sokkal könnyebben hat a gyermek becsvágyára, mint a tényleges, benerejlő, ősi, beleteremtett erőbázisokra. És ilyen módon egy pásztorkutyás karakterű kutya, aki óvatosan barátkozik, lassan közeledik, és megköveteli, hogy egy bizonyos rendszer szerint közeledjünk mi is hozzá, sokszor, sokkal hatékonyabban, adott esetben fél óra vagy háromnegyed óra leforgása alatt is egy csendes gyerekből egy nagyon aktív órai munkára képes gyermeket varázsol. Csodálatos. És akkor oda viszitek a kutyát, a gyerekek, fölkészítitek a gyerekeket, és akkor oda lehet menni, megsimogatni, vagy hogyan kell ezt elképzelni? Képzeld ezt azt el, Tibor, hogyha én téged most elvinnélek a barátaim körébe, és közülük többen oda akarnának menni, szaladni hozzád ismeretlenül, hogy jaj, Tibor, milyen szimpatikus vagy, milyen szép az inged, megfoghatom-e, megérinthetem-e, vajon hogyan éreznéd magad? Nyilván egy kicsit, ugye? Igen, a második után. Ugye, köszönöd szépen, azért neked is van egy teret. Nos, a kutya hasonlóképpen jár el, ugyanígy van. Tehát igenis, azt a túlcsorduló energiát, ami egyfelől nagyon pozitív, hiszen a gyerekek nyitottak, de másfelől, hogyha nem tudjuk jól irányítani, akkor inkább a becsvágyát növeljük, ahogyan az előbb is említettem. Ezt kell nekünk formába önteni. És egészen finom módszerrel, a kutya maga viselkedésével, a tekintetével, ahogyan körbenéz az osztályon, csodákat csinál. Mondanék neked egy-két példát, hogy konkrétabban érzékeld, hogy miről is beszélgettünk. Van módomban dolgozni egy Budapest egyik kerületében, nyilván nem vagyok felhatalmazva, hogy megnevezzem az intézményt, Budapest egyik kerületében egy rendkívül nehéz sorsú fiatalokat képző intézetben, amely általános iskola és középiskola együtt. És ebben az intézményben sokszor bentlakásos diákokkal találkozunk, és lehet tudni,
hogy hát nagyon nehéz és egyértelműen behatárolható családi háttérből származnak a gyerekek. Ő rájuk a rendezettség, a türelem, vagy akár a csend az órán egyáltalán nem jellemző. Ezek a gyerekek az órákon általában fölállnak, szabadon kimennek, bemennek, hangoskodnak, matematika órán is. És amikor elkezdtük ebben az iskolában a munkát, előre figyelmeztettek a pedagógus kollégák, hogy itt extra jelenségekre kell számítani, nem úgy, mint egy átlagos iskolában. Így is volt. Viszont amikor az első napon egy egyébként rendkívül türelmes szuka kutyámat bevittem, aki szép, nagy darab, tekintélyes, nagy feje van az első órára, akkor bizony a javarészt fiúk az osztályban csendben ültek, és csak meretten nézték a kutyát. Nagyjából 5 percig tudták ezt fenntartani, természetesen én kérdezgettem is őket, utána elkezdtek fészkelődni, beszélgetni egymással egy picit, de nem voltak kellemetlenül hangosak. Természetesen, ahogy beszélgetünk a gyerekekkel, a kutyát körbeviszem, egyre közelebb kerülnek hozzá térben, és hogyha úgy csinálom az indítást az órán, ahogyan én mondtam neked, hogy egy tekintélyt parancsoló állattal érkezem, akkor ők nem is feltétlenül a magabiztosságukat, a becsvágyukat növelik, hanem mindenkiben először a belső kis bizonytalanságuk, félelmük jön föl. Ezért nem közelítünk a kutyával nagyon gyorsan, hanem szépen lassan, ütemesen ráveszem a gyermekeket beszélgetés, illetve egyéb pedagógiai módszerek kapcsán, hogy ők nyíljanak apránként, kommunikáljanak velem, kommunikáljanak a kutyával, miközben körülöttük sétálunk velük együtt, érintkezünk, esetleg fogja meg a pórázt, stb. Helyzetekben. És amikor úgy látszik, hogy az osztály egy picikét fellazult, természetesen a tudattalamban történik a folyamat, mindannyiunkban vannak szorongásérzések, főleg egy nehéz sorsú diákokat számláló osztálynál abszolút gondolhatjuk ezt. Utána már ők is bátran egy kutya felé fordulva, olyan helyzetben is, ahol több kisdiák elmondja, hogy odahaza a bátyámnak harci kutyái vannak, és folyamatosan harcoltatják, és van egyfajta vagányság a szemében, lehet látni. Az a kisfiú is csendesen és mértéktartóan megfogja a pórázt, és néhány métert odább tudja vinni az én kutyámat. És a kutyám vele megy. Na most egy ilyen fiatalember, amikor hazamegy a bátyjához, a többi kutya mellé, ő már egy sokkal inkább megemelkedett emberi minőségben tér haza, és reményeink szerint visz is haza ezekből a tapasztalataiból. Csodálatos. És akkor ugye ez egy külön program nálatok, ha jól tudom, ugye a PDF alapítványnál, a kuvasz és ember program. Ez mit tartalmaz? Tehát mi az még, ami ebben benne van, és amit tud adni az embereknek? Mert ez egy óriási dolog, tehát egyrészt számomra azért is, és remélem, hogy nagyon sok magyar ember számára, hogy egy kuvaszról van szó, és nem egy idegen divatkutyáról, bár reméljük, hogy újra divatba kerül, de a megfelelő tisztelettel és tisztességgel a mi magyar kutyafajtáink. Nem azért, mert a többi nem jó, csak az nem a miénk. Igen. És hát idegen tollakkal ékeskedni, nekünk van sajátunk, amire úgy gondolom, de te választasz majd rá, azt hiszem, hogy méltán lehetünk büszkék rá. Egyrészt több ezer éves fajtáról van szó, hogy a műsor elején említetted. Miben rejlik ez, és hogyan történik ez a kuvasz és ember program? Az alapítványnak az arszpoétikája az, hogy nem a természetet kell megvédeni az embertől, hanem az embert kell visszavezetnünk a természetbe. Igen, a mai modern világban... Bocsánat, de olyan szépen mondtad, hogy a természetet kell megvédeni az embertől. Hát általában a természetvédő civil szervezetek valami ehhez hasonló menetrendben fogalmazzák meg a működésünket, tudjuk jól. És rögtön, amikor az alapítványt létrehoztam, akkor a kuratóriumnak kikötöttem, hogy ennek az ellenkezőjét kell csinálni. Úgyhogy ezt fontosnak találtam ezt is elmondani, hogy a kedves nézők érthessék, hogy miért azt mondom, amit, és milyen megközelítési módban teszem ezt. No, tehát a kuvasz valóban több ezer éves és magyar kutyafajta. Azt lehet sejteni az ősiségében, habár ugye a történelmet kutatni, főleg sok ezer év távolából rendkívül bonyolult folyamat, és nehézkes is, de azt lehet sejteni az ő múltjából, hogy templomőr, templomvédő kutya típus. A mai értelemben vett fajta fogalom az egy 100 éves találmány, korábban mindig típus munkára, érettség munkára, valóság szempontjából definiáltunk egy fajtát. Így jár a kuvasz is. Na most a templom őrzés és védelem, hogyha ezt mondom, előadásokon sokan arra szoktak gondolni,
hogy bizonyára szeretnénk a negatív elemeket kívül tartani, nehogy az oltárról ellopják a kegytárgyakat, ugyebár. Ez bizonyára hasznos, de alapvetően nem ezzel számolunk, hanem egy fejlett kultúrában nyilvánvaló, hogy a finom anyagi létezéshez való viszonyunk is egy fejlettebb modell. Ott alkalmazunk kutyákat, és ezek a kutyák természetesen arra is valók, hogy felhívják a figyelmet. Amikor a kapudát átlépem a szent helynek, akkor odabent nekem egy másik típusú oldalamat kell inkább előtérbe helyezni. Amikor kint vagyok a világi életben, akkor pedig nyilván az abszolút emberi oldalamat, de amikor átlépek ebbe a térbe, akkor segítsen ebben a folyamatban, hogy egy magasabb rendű önmagam találkozhasson a többi szintén magasabb rendű én képpel, aki ugyanott bent tartózkodik, és elmélyülésekre tehessen szert saját maga életével kapcsolatos, illetve általában az emberi élet mélységeivel kapcsolatos dolgokban. Ezek a kutyák erre érzékenyek, erre valók, és nem csak a megjelenésükkel és a hatásukkal, amit az emberi pszichére tesznek, érhetik el ezt, hanem maga a kutya fajta is reagál azokra az emberekre, akik efféle módon közelítenek. Csodálatos. Tehát azért nekik is van egy igen fejlett belső érzékelésük, ahogy gyakorlatilag nyugodtan mondhatom, mert nagyon sok, de még nem mindegyik ősgénünkkel én már foglalkoztam valami miatt, de nyilván azért, hogy itt legyél a kubasz, az kimaradt. De akár a lófajtáinkkal, akár a szürkemarha, akár a mangalica, akár a racka, és ez mindegyikben megvan, ez az érzékelés, és jól látható, és jól lehet a fogadható. És akkor ezt a programot hogyan kell elképzelni? Tehát mit csináltok ebbe a Kuvasz és Ember programba? Ezt a programot nagyon modernül kell elképzelni, hiszen egy modern világban élünk, és én azt gondolom, hogy a hagyományőrzésben nem az az elsődleges szempont, hogy formailag ugyanazt valósítsuk meg, amit 1000, 2000, 3000 vagy ettől több ezer évvel ezelőtt eleink tehettek, hanem azt az eredőt, azt a logikát próbáljuk követni, amit ők valaha fontosnak éreztek lekövetni. És nagyjából erre íródik, hogy a forma lehet egy kicsit modernebb, lehet a modern emberi szem számára fogyaszthatóbb és könnyebben értelmezhető. Igazából a kommunikálhatóság, a jól kommunikálhatóság itt a lényeg. Illetve hát van egy oktatási rendszerünk. Az oktatási rendszer az úgy működik, hogy blokkosítja, elemesíti a tananyagot, és órákon át, tanórákon keresztül dolgoztatja fel a diákokkal. Ez így van az elemi iskolától kezdve, egészen a felső oktatásig, úgyhogy ennek a logikai rendszerébe kellett valahogyan beleálmodni mindazt, amit szeretnénk csinálni. Az emberi életnek több alappillére van, ami fontos. Egy civil szervezet ma az általános középiskolák, vagy akár felső oktatási intézmények életében civilként álmodjában bekapcsolódni, és ez teljesen jól is van így. Ez nagyjából annyit jelent, hogy egy előre meghatározott ütemterv szerint időnként az osztályfőnöki órák vagy egyéb órák terhére mi megjelenünk a diákok életében, és ott relatív, kicsi, rövid ráhatási időnk van. Viszont sok témát kell földolgozni. A gyerekek számára a civilek megjelenése az iskolában alapvetően a közösség megjelenését jelenti, a családjukat jól ismerik, de a civilek jelenléte arról tájékoztatja őket, hogy kérem szépen itt van egy nemzeti közösség, ami téged befogad, és eljön hozzád, hogy meséljen neked nagyon fontos dolgokról, amelyeket mi közösen jól ismerünk, elfogadunk és megszerettünk, és lám-lám, te is ennek a nagy közösségnek a része vagy. Ez a mi alapvető munkánk, és ide visszük be a kuvaszt. Innen talán már jobban érzed, hogy mennyire nagyon helye van a kuvasznak ebben a folyamatban, hiszen magán a civil, modern értelmű civilségen keresztül mi egy rendkívül ősi minőséget tudunk a gyermekek elé tárni. Az előkészítés nem azt kell, hogy értsd alatta, hogy megmagyarázzuk, hogy mit fognak látni a gyerekek. A gyerekek nagyon okosak. Minél kisebbek, annál okosabbak, és ők még maguk el tudják dönteni, hogy mit látnak, és nagyon sokan ki is akarják fejezni, jelentkeznek, elmondják, milyen az adott kutya, természetesen elmondom a nevét, milyen korú az a kutyus, aki velem érkezett. Milyen nemű, gondolom, így, hogyne, ez hogyne. Fontos kérdés így mindig. Van. Egy-két alapdolgot tanulunk a fajtáról is, hogy a gyerekek mégis egy alapvető ismeretre tegyenek szert, de az egész óra arról szól, hogy ők hogyan viszonyulnak a kutyához, és nézzék meg, hogy ahogyan ők viszonyulnak a kutyához, a kutya azonnal reagál. Azonnal olyan metakommunikációs jelzéseket ad, amire öröm fölfigyelni, én is észrevettem.
jelentkeznek a kislányok, kisfiúk, hogy Gyöngyi néni, azt csinálta most a Szende kutya, hogy? És öröm van a szemükben. Annak a gyermeknek is, akinek az a fogalom, hogy egy közösség, egy nemzetközösség része vagyok, és fontos vagyok én, anélkül, hogy ezt mind elkezdeném egy második osztályos gyereknek, nem is tudnám megmagyarázni szerintem. Érzi, és innen érti, és valahol belül az ő belső ősiségében összekapcsolódik a kettő. És hogyha a kutyától ő számára szép, fehér, bodros szőrű, nagyon aranyos kis kutyától, ő kapott erre pozitív megerősítést, mert a kutya mondjuk odaengedi a fejét, oda nyomja az órát, és meg lehet simítani őt párszor, ez a gyermek szárnyal. Nem csoda hát, hogy egészen elképesztő eredményeink vannak, ugyebár az osztályok teljesítményét a tanulmány átlagban szokás leginkább lemérni. Sajnos. Igen, viszont ebben a tekintetben is mérhető az eredményességünk. Egy 3-4 kutyás látogatás után egy fél osztályzatot javul egy 30 fős osztálynak az átlag eredménye, akkor is, hogyha ez nem egy nagyon priorizált iskolában, egy nagyon kiemelt iskolában van. Jól úgy lehet... gondolom, hogy ez így még nagyobb eredmény. Igen, én is így gondolom, így van. Így van. Illetve a tanárok elmondják, akikkel együttműködünk, szeretünk az oktatói közösséggel együttműködve folyamatosan kommunikálva dolgozni, hogy igen, kérem szépen, a kutyák megjelenése óta nincs jelentkezési probléma, más órákon sem. Más órákon sem. A gyermekek kinyílnak, elmondják a véleményüket, dolgoznak matematika órán, a rettegettet matematika órán, történelem órán, amikor esetleg valami nem úgy sikerül, mondjuk egy dolgozat rosszabbul sikerül, nem sír a fél osztály, hanem erősebben tartja magát, kijavítjuk a hibát, újra megírjuk tanítónéni, rengeteg ilyen példát tudnék mondani. Csodálatos. Ennyit számít, hogyha magyar a magyarral találkozik, akkor is, sőt, akkor még inkább, amikor egy állatminőség kerül oda, és amikor hagyják a gyerekeket, hogy ők véleményt alkossanak, illetve hogy kérdezhessenek. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Sajnos közeledünk a műsoridőnek a végéhez, de folytatni fogjuk, mert nem fogom én béké hagyni a Gyöngyit, és a kuvasztról még többet, meg egyáltalán a magyar pásztorkutyákról még többet fogok majd kérdezni. Van-e benned olyan gondolat, mondat vagy üzenet a nézők felé, amit így a képernyőn keresztül üzennél vagy elmondanál? Igen, azt hiszem, hogy talán egy gondolat. Nyilván az életmódunk kapcsán nem mindenki alkalmas és képes pásztorkutyát tartani. Tessék csatlakozni olyan rendezvényekhez, ahol ezek a kutyák megjelennek. Jöjjenek el a magyarok, ismerjék meg a saját pásztorkutyáikat, beszélgessenek a kutyásokkal, legyünk együtt, töltsünk együtt időt. Ezek a kutyák pusztán az együttlétből tanítanak sokat. Csodálatos. Hát ez tényleg végszónak is tökéletes. Én nagyon szépen köszönöm neked, hogy teszitek a dolgotokat, mert tudom, hogy egy népes csoport van mögötted, akik szintén, tehát a szabadidejüket, életüket, munkájukat abszolút belefektetik ebbe, és azt tudom, hogy ez nagyon nagy munka. Te részedről összefogni, vagy hát nem is munka, hanem megtiszteltetés, de azért tudjuk, hogy sok időt vesz igénybe, hogy ezt teszed, és azért külön köszönöm, hogy mindezt tényleg egy több ezer éves magyar fajtával teszed, és nem a idegen fajtákat hozod előtérbe, mint ahogy azt nagyon sokan teszik, hanem a sajátunkat, mert én hiszem, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos út, hogy a saját kultúránkat, a saját állatfajtáinkat, és egyáltalán a saját életünket éljük itt a Kárpát-medencébe. És azért egy kicsit olyan Don Quixote is, mert nagyon sok mindennel kell szembe menni, a divattal, a szlengekkel, és mindenfélével, de azt hiszem, hogy mégis érdemes, mert hát a gyerekektől jobb visszajelzés, még az, amikor az állatok visszajeleznek. És biztos, hogy nem lennének ott veled és melletted, ha nem emberként bánnál velük. Úgyhogy köszönöm szépen neked és a csapatodnak, amit tesztek, a PDF alapítványnak és a sok-sok társatoknak. Köszönöm a kedves nézőknek a figyelmet, ne felejtsék, PDF alapítvány, Hajnal Gyöngyi, kuvasz, ez most már remélem, hogy az önök képzeletében is egy ilyen elválaszthatatlan fogalommá válik, és szerintem mindenben, ami kuvasszal kapcsolatban van, tudtok segíteni. Köszönöm a kedves figyelmüket. Fogjuk folytatni a kuvasszal hamarosan, mint szakrális jelentőség. Milyen szakrális jelentőséggel bír a kuvasz. Dicsőség az őseinknek, szép és gazdag jövőt az utódainknak. A viszontlátásra.